Na gyerekek, sziasztok, meg haló! Figyeljünk ide, mert bejöttem, igen, látjátok, itt vagyok. Na, figyeljünk ide egy kicsit, osztály. Ne, hallod? Nem, Dani, figyelj csak. Az órán ihatsz vizet, de alkoholt nem. Szóval, jó? És Fanni, te pedig hagyd abba a TikTok live-ot, jó? Légy szíves. Hát tudom, mert hogy kaptam értesítést. Nyugi, nincsen, nem saját néven vagyok fenn, meg képpen, úgyhogy nem fogsz tudni rájönni, úgyhogy de légy szíves, hagyd abba, jó? Tehát nagyon izgalmas. Jó? Hallod, Pisti? Pistike? A Katival nem most csináljatok gyereket itt előttem, oké? Okay? Tehát, hogy járjátok ki a nyolcat, és ne előttem, jó? Tehát, és utána felőlem nyugodtan, jó? Tehát, ma van az állatok világnapja, és lesz ezért a tornateremben egy kis előadás. Nem olyan csikára gondoltam. Ő is egy állat, de most nem róla lesz szó. Tehát teljesen más. Figyelj, Gergőkém, ilyen már rendesen meg egy kicsit hallgassál, mert anyád tegnap volt bent, és mondja, hogy mindig jó választ adsz, és én mindig rossz ügyet adok. Hát lehet, hogy jó választ adsz, az lehet, csak sose a kérdésre válaszolsz. Tehát amikor egy matematikai egyenletet meg kell oldani, arra nem az a válasz, hogy a kedvenc rappered milyen BMW-t vett. Tehát, hogy én elhiszem, hogy azt tudod, és az egy jó válasz, csak nem ez a kérdés. Tehát, hogy próbáljunk meg majd mindig így a kérdésre, és akkor talán lehet, hogy lesz jó jegy, bár tőled ezt nem annyira tudom, hogy elvárhatom-e. Jó, tehát megpróbálok valami anyagot leadni nektek, jó? Aztán szerintem nem sok minden megy át, de ha mégis lesz valaki, akinek igen, akkor annak már örülök. Úristen, mit keresek én itt? Komolyan mondom, hogy én miért vagyok még mindig itt. Mindegy. Kezdjük.